Idén 15. alkalommal nyitotta meg kapuit a 360 fok nemzetközi művésztelep a belvárosban. A korábbi évek művészei ellátogattak a művésztelepre, összesen 15 alkotó. Az elkészült művek a Krug művészeti térben lesznek majd láthatóak. Idén 15. alkalommal nyílt meg a 360 fok nemzetközi művésztelep a belvárosban, ahol egy héten keresztül festenek együtt az alkotók. Idén, mivel 15 éves a Krug Művészeti Egyesület és a művésztelep is, ezért mi, hogy a Krug az kört jelent, a kör a téma, tehát mindenféle szempontból, mint fogalom, vagy mint forma, elég szabad ugye a téma, tehát a képeket festőművészek azért különböző szemszögből indultak neki ennek a munkának, úgyhogy szerintem érdekes lesz az idei kiállítás. A művésztelepen elismert hazai és külföldi művészek alkotnak együtt, kapcsolatokat építenek, ezáltal magyar művészek is eljutnak patinás szerművésztelepekre. Nagy részük vagy egyetemi tanár, mondjuk a Boszniában, a Trebinyei Egyetemen, vagy már van nyugdíjazott tanár is. Tehát nagyon jó, elismert művészeket hívtunk, akik most így együtt dolgoznak. Minden évben meghatároznak egy témát, amelyet már hetekkel korábban megadnak a résztvevőknek. Idén a körre esett a választás. Sokan a formában találták meg a megoldást, de én úgy gondolom, tehát, hogy a kör sok mindennek lehet a szimbóluma, persze az egységnek is, a közösségnek, úgyhogy vannak olyan művek, amik például a magyarországi szerb közösséghez kötődő személyiségeket dolgoztak fel, mint például Vujčić Stojan személyét, Dragan Martinović alkotása, ő szerbiai, tényleg elismert művész, és aki nagyon jól ismeri a magyarországi szerb kultúrát is, és hagyományokat, meg történelmet. Ő egy ilyen történelmi jellegű alkotással jött, de van, aki formában, valaki pedig, hogy mondjam, mint fogalomként kezelte ezt a témát. Snežana Kujundžić, szabadkai művész, festményével szeretné gondolkodásra bírni az embereket, akiket bábként ábrázolt. Gondolkodik, hogy ez a technológia, az új technológia hova vezet bennünket. Ez az egy kör. Szóval az egész élet egy kör, egy negatív, meg egy pozitív energia. Azért van ez a yin-yang. És akkor ez a másik fele még egy ilyen pozitív energia, ugye, ilyen zen ábrázat. Úgyhogy szeretném azt üzenni az embereknek, hogy gondolkozzanak egy kicsit, hogy hova vezet ez az új technológia. A művészeti tábor vezetője kiemelte, hogy az egyhetes alkotótábor során különféle kulturális programokon is részt vesznek, a többi között kiállítás megnyitókra is ellátogatnak. És szombaton lesz egy záróest, zenés est lesz irodalom is, tehát végül is egy ilyen összművészeti záróestről van szó, és hát megbeszéljük egymás között, ugyanis tényleg ez nem csak egy közös munka, hanem egy tapasztalatcsere is, sok mindent lehet tanulni egymástól. Az elkészült munkákat a Krug művészeti térben lehet megtekinteni.